Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök este az ortodox karácsonyra hivatkozva 36 órás egyoldalú tűzszünetet rendelt el, valamint felszólította Ukrajnát, hogy viszonozza a lépést, amit Kijev visszautasított. Felszólítjuk az ukrán felet, hogy hirdessen tűzszünetet, és adjon lehetőséget az ortodox vallású embereknek, hogy részt vehessenek istentiszteleteken. Áll a moszkvai közleményben. Az oroszok a karácsonyt arra akarják használni, hogy megállítsák az ukrán előrenyomulást a Donbaszban. Ekközben ők felszerelést, lőszert és mozgósított embereket hozhatnának közelebb az állásainkhoz. Mit eredményezne ez? Még több áldozatot, mondta videó üzenetében az ukrán elnök. A tűzszünet felvetésére közösségi oldalán reagált az Európai Tanács elnöke is. Az orosz csapatok kivonása az egyetlen komoly lehetőség a béke és a biztonság helyreállítására, írta Charles Michel. Franciaország után Németország és az Egyesült Államok is bejelentette, hogy harci járműveket küld Ukrajnába. Szorosan együttműködve a szövetségeseinkkel úgy döntöttünk, hogy gyalogsági harci járműveket és további légvédelmet is biztosítunk, jelentette ki a német szövetségi pénzügyminiszter. Ukrajna kitartásának nagyobbnak kell lennie, mint a Putyin háborújából áradó gonoszságnak. A német támogatása a gyalogsági harci járművek mellett egy Patriot légvédelmi üteget is jelent.